Székely Marianna vagyok, Abaújból. Előre elnézést kérek, ha esetleg nem lesz bájos a modorom, ugyanis a élet színvonalammal valahogy a modorom bája az erősen csökkent. Akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, húzza már fel és húzzon oda, ahol éppen lennie kellene. Jól érzitek magatokat? Hát én nem! Nem, és már hónapok óta nem! Viszont odabent, ha még nem sunnyogtak ki a házból valami oldalajtón keresztül, köszönik, ők jól vannak! Röhögnek rajtunk! Azt hiszik, a kétharmaddal! És az általuk hozott törvényekkel oda betonozták magukat abba a házba! Hát ki ez az ország? Az övék? Az övék ez az ország? Ugye, hogy nem? Ez az ország a miénk. Miénk, akik itt élünk. Miénk, akitől működik ez az ország. Miénk, akik szenvedünk ebbe az országba azért, hogy ők odabent felvehessék a rohadt nagy és tisztességtelen fizetésüket. Nem 386 ember él ez az ország. Pláne nem olyanoké, akik a saját zsebüket tömik. És ostobaságokat szajkóznak, amit a vezérük szájából olvastak ki. Elfelejtették, hogy ők a mi szolgáink. A mi szolgálatunkra tettek esküt. Ehelyett rabszolgaságba, nyomorba, és nem szégyellősködöm, halálba küldik a lakosság jó részét. Szerintük annyit érsz, amennyit van. Hát kiskezi, csókolom. Nem volt mindenkinek adott a lehetőség, hogy a rendszerváltásnak titulált vagyonelosztáskor a koncból marjon egy darabot, s a mostani osztoskodásnál sem mehetek oda, hogy csókolom, ezt a pár száz eurót én is lenyúlom. Ebben az országban kevés olyan embert lehetne felmutatni, aki a múlt elnyomó rendszerbe, s az utána következőbe, valljuk be, szintén elnyomó rendszerbe, tisztességes munkával tett szert vagyonra. A melós meg csak nyelt, és egyre lejjebb adta. Néha ez vagy az a párt, nagykegyesen elhívott egy demonstrációra, kiabálhattunk, ordítozhattunk, majd mint a vise végén, mondták, hogy menjetek békével. Hát itt most ilyen nem lesz. De akkor hazamentek az emberek. Vagy esetleg el se jöttek, mert összegyűjtöttem egy pár kifogást. Nem a karunk balhét. Kérdem én, egy kitartó, ám de békés tüntetésben, ahol annyi a vétket, hogy nem vagy hajlandó mozdulni addig, ameddig odabent nem értet tesznek, hol a balhé? A következő. Nincs, aki vezessen bennünket. Hát emberek vagyunk mi. Szabad akarattal, gondolkodással, vagy esetleg birkák, akik csak a vezér csengettyűje után tudnak menni. Ez az, nem vagyunk dedósok. Azt mondja, nem megyek, mert ezzel a párttal, azzal a szervezettel nem megyek. Na de a betyár mindenit, akkor tűröd, hogy nem jut kenyér az asztalra? Hogy a gyerekednek kopog a szeme az éhségtől? Hogy elveszik tőled a lakásokat? Hogy a sárga csekkekkel úgy játszol, mint Rodolfo? Vagy ő is megszégyenülne melletted? Lenyeled hiúságból, büszkeségből, haragból, gőkből? Megengedheted ezt magadnak? Nem! Ne nézzetek rám, a pénztárcába kell nézni, majd az megmondja a választ. Hát nincs benne semmi. Hát ez az. Azt mondja, nem megyek, mert itt 2014-ig nem lesz semmi. Ezt nagyon szeretem. És megengedhetjük mi magunknak azt a luxust, hogy kifogásokat keressünk. Nem fogjuk fel, hogy már nem biztos a munkahelyünk. Úgy kirúgnak, hogy észre se vesszük, s a helyünkben mindjárt van 10 ember, aki jelentkezik. Abba se lehetünk biztosak, hogy lesz választás, mert ugye kétharmad csak egy törvény, aztán game over. Akadna még kifogás, de nem sorolom, csak egyet, amitől aztán tényleg el tud durranni az agyam. Menj el helyettem is! Hát csókolom! Ide adod a pénztárcádat, elköttöm, ami benne van, aztán majd elmegyek,
helyetted is, érted is, és tüntetek. Tehát fotelforradalmárok, reménykedők, ébresztő! Ébresztő! Nélküled, érted, nem megy. Ha bajod van, neked kell kiállni a jogaidért. Ha nagy a baj, összefogni mindazokkal, akiknek hasonló a problémája. Nem a kifogásokat kell keresni. Már csak egy gondolat, nem piszkálom tovább azokat, akik most nem tudnák aláírni a jelenléti ívet. Úgy látom, egyre többen vannak. Budapesten közel 2 millió ember él. Hol vannak? Mindegyik, igen, nem arról beszélek, a javáról beszélek. A java az talán olyan marha jól él? Vagy mindegyik Fidesz fan? Itt legalább 1 millió embernek kellene tombolnia, követelnie, hogy a kormány vagy érte cselekszik, értetesz, vagy pedig beismeri, hogy nem értek hozzá, és azonnali hatállyal lemond. Így van! Ezzel a szekálást befejeztem, és csak annyit kérek. Ha igazat adtok a szavaimnak, mondjátok el a szomszédnak, a rokonnak, még Trézsi néninek is a Tüskevárból, hogy itt a helye, ha jobb életet akar, nem otthon nézzük a brazil sorozatot, nem a Facebookon okoskodunk, nem fotelforradalmárkodunk, hanem kimegyünk és fellépünk a saját jogainkért. Mert ebben az országban lassan csak kötelesség van, de a jogainkat újra ki kell, hogy harcoljuk. Igen! Vidéki vagyok, abaúi, jöttem 250 kilométert. De tele van a mána mintás napozom azzal, hogyha kimegyek az utcára, bárkivel találkozom, csak a panaszt hallom. Panaszt arra, hogy nem kapott fizetést hónapok óta, csak alamizsnákat löknek elé, és ígéreteket. Csak hogy a saját térségemben maradjak, biztos fog szeretni a polgármester, a Encsi bútorgyár. Ott novembertől februártól nem fizették ki a dolgozókat, de túlóra kötelező. Panaszt hallok arra, hogy a bérek csökkennek. Asszonyok sopánkodnak, hogy nem tudnak játszani a csekkekkel, nem tud enni adni a gyereknek, a családnak. Tanárok mesélik, hogy egyre több gyerek esik össze az órákon, mert éhes, de ugye kötelező a torna. Szédelgő gyerek az nagyon tud fit lenni. Öregek sírnak, mert nem tudják kiváltani a gyógyszereiket. És még sorolhatnám. De senkitől nem hallok egy derűs mondatot, nem látok egy mosolygós arcot. Kinek a hibája ez? Az övék? Hát nem! Azoké a gazembereké, akik a választáskor leígérik neked a csillagot, aztán mikor bekerülnek a házba, tesznek rád nagy ívbe, mert fontosabb feladataik vannak. De mi lehet egy kormány számára fontosabb feladat, mint az állampolgárai életének a biztosítása? Mert ez kellene, hogy legyen a feladata. Biztosítani a feltételeket az emberhez méltó élethez. De nem. És ennél a kormánynál nyíltan nem. Annyit érsz, amennyit van. Nincs semmid. Akkor mehetsz közhasznúra, rabszolgabérért, később majd lágerbe. Normális bért akarsz? Hát mit képzelsz magadról, hisz szerintük 47 ezer forintból meg lehet élni. S mondják ezt olyanok, akiknek talán a karóra többet ér egy milliónál a karján. Aki nincs tisztában azzal, hogy vidéken egy kiló kenyér nem 99 forint, mint az Oceanbe meg a Tescóba, hanem 276 forint, és a harmadik napon már penészedni kezd, hogy a kutyádnak nem adod oda. Nekem égnek áll a hajam attól, ahogy ez a kormány tevékenykedik. Nem az államháztartás, a kutyaólaim gazdasági ellátását nem bíznám rájuk. Normális az, hogy miközben a munkanélküliség a csillagokig emelkedik, ő stadionokat épít. Talán Argentinától vette az ötletet, ott is jó szolgálatot tettek a stadionok a rezsimnek. Ja, arról meg nem is beszél, hogy focizni már nem tudunk, aki meg tudott, azt eladták külföldre jó pénzért. Normális az, hogy hazug statisztikákkal vakítja a népet, s nem csak a népet, az uniót, hogy hülyének néz nem csak magyarokat, de külföldi kormányokat, hatalmakat is. Attól, hogy 200 ezer embert pár hónapra közszélúba terelt, ébérért, ami elmondanám nektek, nem 47 ezer forint, hanem nettó 42-43. Ettől csak
a munkanélküliség? Nem! Attól, hogy kiestek a rendszerből azok az emberek, akik tavaly nem tudtak felmutatni 30 napot, munkában eltöltve. Attól csökkent a munkanélküliség? Nem! Ezt még Marinén is átlátja a négy elemiével, hogy ez svindli! Úgy van! Megengedhető az, hogy ha elégedetlen vagy, és jogosan, megfenyegessenek. Mert ők megteszik. Na nem nyíltan fognak megölni. Csak elveszi a munkád, elveszi a megélhetésed, majd belepusztulsz te magadtól. Minek nevezzek egy olyan hatalmat, amely többet költ a maga védelmére, mint az egészségügyre? Minek nevezzek egy olyan hatalmat, ahol meg nem írt beszédekért, tanácsokért fizet milliókat, ahol külön fotós biztosítja, hogy a kisember nagynak lássék, persze nem minimálbérért. Légy szíves, menj lejjebb, én is kicsi vagyok, de nem fogok érte milliókat adni. Gyávának, hiúnak és kevének kell őket nevezni. Tudja jól, hogy baj van. De ahelyett, hogy ezt belátná és lemondana, foggal és körömmel kapaszkodik a hatalmába. Nagy keresztény létükre csak a 7 főbűn, amit szinte mind rájuk olvashatunk. Odáig vetemettek, hogy meg akarják szabni, hogy ki szavazhasson. Mert ne az idősek döntsék el a fiatalok jövőjét. Na itt most képzeljetek egy cifrát, ugye megfogadtam, hogy nem káromkodok. Hát nem érdemli meg az az ember, aki ledolgozta az életét, hogy beleszólhasson, ki fogja elrontani öreg napjait? A nyugdíjas számukra nem ember. Nem ember a munkanélküli. Nem ember a hajléktalan. Nem veszi ember számba a nőket szerintük a sparhet mellett és a szülőágyon a helyed? Ha már alig futja kenyérre, akkor nem rendelek kacsalábot a viszkó alá! Nálunk ez nem így van, akár csak sznobéknál. Herdálják a nem létező vagyon csili-vilikre, hogy kifelé jól mutasson, a belsőt meg úgyse látja senki. Hát mi látjuk! Mi a bőrünkön érezzük! Mi nap küzdünk azért, hogy legyen holnap, s legyen jövőre is! Végül felteszek nektek egy pár kérdést, igennel és nemmel válaszoljatok, légy szíves. Meg vagytok elégedve a mindennapjaitokkal? Meg vagytok elégedve a munkátokkal, s az azért kapott bérrel? Meg vagytok elégedve az egészségügyi ellátással? Na nem a dolgozókra gondolok, hanem arra, amit kapsz az államtól, ha ne adj Isten rászorulsz. Meg vagy elégedve azzal a jövőképpel, amit nyújtanak neked? Meg vagy elégedve a nyugdíjaddal? Biztosnak érzed a jövőd? Meg vagy elégedve a kormány munkájával? Szerinted le kell, hogy mondjon a kormány, mert bebizonyította, hogy nem ért ahhoz, amit vállalt? Ha így érzed, belátod-e, hogy egyetlen egy lehetőséged van itt és most kitartani is, ide hívni a többieket is? Igen, nem sok választásunk maradt. Túl sok a korgógyomor, túl sok az olyan ember, aki már nem juthat hozzá a gyógyszereihez. Túl sok ember retteg, mert jön a tél, és vajon mi lesz köztük én is. Egy célt elérni soha nem könnyű. Kitartás kell hozzá. Kitartatok? Igen! Akkor búcsúzóul egy kérés. A legnagyobb hibánk az, hogy elfordultunk egymástól. Persze ez jól kidolgozott terv része volt a gengszterváltás óta a hatalomnak, ezzel szépen elmarta egymás mellől az embereket, így akadályozva az összefogást. Ezért azt kérem tőletek, beszélgessetek egymással, ne csak az ismerősökkel, idegenekkel is. Ismerjük, barátkozzunk, hogy könnyebb legyen az összefogás, hogy együtt maradjunk, és soha többé ne tudják elérni azt, hogy összefogás helyett marjuk egymást, mert itt is hallottam a marakodás szégyen szemre. Pedig mindenkinek korog a gyomra, egyre kevesebb van a pénztárcájában, s még mindig marakodunk, ahelyett, hogy megfognánk egymás kezét, több százan, több ezren körbevennénk ezt a nyomorult házat, és nem engednénk őket se ki, sebe, amíg nem döntenek, hogy értünk vagy mennek. Tehát ne a hatalommal már a hajtsuk a vizet,
hanem fogjunk össze és a saját malmunkra. Kitartást és erőt kívánok mindenkinek, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Elnézést, még kiegészítem azzal, hogy ez mindenki látja, hogy én eljöttem onnan a Ófejértől, hogy a szomszédoknak megmondta, hát ők nem jöhetnek el sokan. De megígértem, hogy hangosítani nem tudom felvenni a hangot, de jegyzetelni fogok. De meg azt se tudtam, hogy ez ilyen nagy bonyodalom lesz. Azt se tudtam, mert én elkönyvelem ezt a napot annak, hogy ez a forradalom megindul. Könyveljük el, ez a forradalom, ez a változás meg kell indulni, és innen haza nem menni, amíg itt valami változás nem lesz. Mert ez másképp nem fog menni. Hazamegyünk, mint ahogy Gyurcsán mondta, hogy ha megújják, majd hazamennek. Hát hazamegyünk, nehéz elkészülni még egyszer, messziről eljönni, táskába csomagot tenni. Ezt a füzetet azért írom, jegyzetelek, mert sokan várják otthon, mi volt itt Budapesten, és jöjjek el egyedül legalább, és akkor mondja majd valamit. Hát van mit jegyzetelni. Hát most nem tudok hazatelefonálni, mert azt is ott szándékosan nem hoztam el. Hazamegyünk, majd jön a bomba, az majd lerendezik. De mindegy, hogy mi lesz. Jó egészséget kívánok! Na jó egészséget! Mindenkinek lényeg az, hogy jegyzetelni kell, mert mellénk állnak, vagy gondolatban, és az sem mindegy, hogy a nagy gondolatban mellénk állnak az emberek, és otthon azt sok sikert kívánnak, hogy valami alakuljon. Hát nem jöhet el mindenki, van akinek csak a fotelból kell, de a fotelból imádkozik, mi értünk, hogy sikerüljön, az is valami. Na. Mert ebben hinni kell, és még a másik, ugye hát én tudok éppen beszélni, ha előjönnek a szavak, hogy a hitünket, meg a bizalmunkat nem fogjuk odaadni, szétszórni nekik, mint a papírzsebkendő. Hát hogy gondolják ők, hogy a mi bizalmunkat elveszik a hitünket, és akkor megosztuk a hitünket is, hogy mindenféle szektákat ide behoznak. Hát nem kell ide szekta, hát az ördögi tudomány. És nekünk nem az ördög kell, hanem az Úr Jézus kell, meg a jó Isten, az segítse meg minket, az ördögbe takarodjunk ki a hazánkból, mindenfelőlünk. Nem kell szektárs, bele kell a szektársokba rúgni. Azt mondja az egyik szektárs a másikra, hogy jaj, az hamis proféta. Hogy hamis? Hát te nem vagy hamis? Minden szektárs hamis? Én... Kókán. Semmit. Nincs. Szakmános. Nincs. Öten. Hát meg nem volt házam sem. Nem volt munka lehetőség. Mi kerítél az utcára? Igen. Igen. És miből jut a mindennapi asztalra neked? Idézőjeld asztalra. Semmi. Honnan eszel? Mit eszel? Semmiből nem eszek. Emberek, milyen életem lesz? Ugye? Gyalázat, gyalázat. Na, jó van, én is befejezem, mivel eltűnt mindenki körülöttem szinte. És néma sajnálatta. Szomorúság tölti el szívemet, lelkemet. De így küzdünk tovább rendületlenül. E tornép érdekében a szegényen az emberségesebb, tisztességesebb életnek. Sziasztok! Szép napot találom, és jó éjszakát!